Szép nyári reggelt kívánok minden kedves túratársamnak, elsősorban Judit Nyuszinak, mert csak őt hoztam magammal. Ő a legmegbízhatóbb túratárs, és szerintem ő meg is állt a pirosnál, nem úgy, mint én. Ott látható már a keleti pályaudvar, amit megcélzünk, és vonatra szállunk nem sokára. Napot kívánok, Mezőtúr! Vasútállomásról Mezőtúr város térképe előtt állunk, és innen a vasútállomástól el kell jutnunk a Hortobágy-Berettyó főcsatornához, és annak a gátján fogunk haladni. Van egyébként lift, úgyhogy állítva belefér egy bicikli. Minden esetre nagyon jól utaztunk. Kedves volt a kalauz, tiszta volt a vonat, úgyhogy le a kalappal nagyon élveztük az utazást. Bemutatjuk Mezőtúr vasútállomását, természetesen Monarchia idejéből származó vasútépület, muskátlikkal. Teljes csend, rend és nyugalom. Van itt érdekesség, ez a csap, amivel gondolom a gőzösöket töltötték fel, de szerintem ez nem itt állt, és ami még érdekesebb, ez a sínautó. Itt a vasútállomás mellett van kiállítva. Azt hiszem, ezen a térképen egész jól látható a környék, ugye Mezőtúr városa, vasútállomás, bemegyünk a belvárosba, Hortobágy-Berettyó főcsatorna mentén, itt az árvízi kapunál pedig elérjük a hármas körös gátját, egyébként az alföldi kék túra is erre vezet. Hát ha elég bevállalósak vagyunk, akkor itt átlógunk, de hát az szerintem a Judit nem lesz benne, de akkor viszont pedig kompoznunk kell, és úgy érjük el Szarvasvárosát. És akkor innen megyünk tovább Csongrád-Szeged irányába. Folyóparti túra, vízitúra kerekpárral. Vadregényes, kanyargós, körös folyó mentén fogunk tekerni. Aztán meg a vadregényes, kanyargós Tisza folyó mentén fogunk tekerni. Indulhatunk? Uh-huh. Uh-huh. Alföldi kisvárosi hangulat. Hello! Református templom. Itt pedig a városháza látható, legalábbis azt gondolom, mi más lehetne. Gyönyörű kis főtérrel. Előttünk a Hortobágy-Berettyó csatorna. Emellett fogunk közlekedni a déli irányba, Szarvas fele. Megélénkült itt most a forgalom, úgyhogy a kisvárosi nyugalom, mennek a templomba. Meg hídépítés van, ezért itt kicsit most feltorlódik. Erdélyből Szolnokon keresztül Budára erre vezetett a középkori út, ez volt a legrövidebb útvonal. Ezért aztán mindenféle kiváltságokat is kapott a város, gazdagodott. Sószállítmányok, kereskedelem miatt. Egész felduzzasztották itt ezt a részt, mert amúgy ez csak egy kis csatorna.
Itt már látjuk is az Alföldi Kék Túra tábláját, ezt fogjuk követni. Letértünk a gátra. Nagyjából ilyen utakon fogunk csatangolni. És ami a legfontosabb, vízparton, vagy vizek közelébe. Sajnos a gát azért nem mindig a folyópartján vezet. Van, hogy eltávolodik a folyótól 1-2 kilométerre, azért mi majd igyekszünk vadregényes részeket bemutatni ezen a túrán. Ez végül is erről szól, ez a lényege. Ja, és 2 napos lesz. Pünkösd vasárnapja van, úgyhogy itt már húzzák a harangot, kongatják a harangot. Ilyen keskenyre szűkül össze a folyócska, Berettyó, Hortobágy, folyó, vagy csatorna. És mi pedig a vízmű területén, vagy a vízmű mellett haladunk majd. Majd lesznek zsilipek is. Judit, engem hajt, hogy menjek, szaladjak, siess. Ja, mert jön a kutya. Az a farkas, ami róma jelképet, fekete. Igen, itt vannak ilyen kutyák. Ezek ilyen alföldi juhászkutyák. Nem jó velük összeakaszkodni. Berettyó folyó is Erdélyben ered, és aztán átvág az Alföldön, és itt nem sokára eléri a kőröst, a hármas kőröst. Na majd erről is beszélünk, hogy hány körös van, meg milyenek. Szerencsére van belőle egy pár. Itt a Dél-Alföldön van néhány olaj- és gázkút. Úgy látom, hogy ott is van egy ilyen ipari létesítmény. Vetkőzöl? Igen. Na nézzük. Érdekesség, hogy az őz egyáltalán nem félt az autótól, tovább legelészett nyugodtan, de ahogy én ideértem a biciklivel, szép csendben lopakodva, észrevett és elszelelt azonnal. Nem panaszkodhatunk. Állatokból azért van. Bőven. Madarak, őz. Igen, jó nagy gólya volt. Zsiliprendszer, és ez a gát pedig ott fut az őz, a gátra föl. Ez pedig már a körös gátja. Nem megyünk le? Jó. Peresi zsilip rendszer, itt látható. Nem messze már a körös folyó. Most még megvitatjuk, hogy elmegyünk-e odáig, vagy pedig majd itt a körös gátján haladva egyszer csak feltűnik a folyó maga.
Kérdés, hogy a Juditot mire tudom rávenni. Ebédelni szeretném. Ebédre, állj meg. Peres, ugye az van Peresi. Rá? Peres. Sigát. Hát az. Őrház. Igen. Aki az országos kék kör teljesíti, és annak éppen az alföldi szakaszán jár, az tud pecsételni. Ösvénytúrának is lennie kell. Lejöttünk ide egy vadregényes partszakaszhoz. Dzsungeltúrába folytatódik a bringatúra. Hoppá! Ez a sisakomon csattant. Pár száz métert jöttünk már ezen a dzsungeles úton, most már tapasztaltuk, hogy szúnyog is van, és itt közben feltűnik a körös folyó is. Árfa virágzik, és repked a bohóly mindenfele. Itt vagyunk most a hármas körös, és a Berettyó-Hortobágy csatornának a torkolatánál, vagy hogy mondjam ezt, igen. Tele van ilyen futrink. Igen. Vízi molnárka. Molnárka, vagy vízipók. Jó, menjünk tovább, mielőtt megesznek a szúnyogok. Hát ezt megnéztük, ez egy érdekes hal. Azért itt az állatvilág elég aktív, most láttunk itt mindent. Gólyát, őzet, halat, szürkegémet, ilyeneket. Métereken belül visszaérünk a gáthoz, és akkor most már a körös folyógátján haladunk tovább. Megállapítottuk, hogy itt is vannak kemény terepek. Visszaérkeztünk a zsilibhez. Nem, ez a régi folyómeder. Ebben megmaradt a víz. Rengeteg ilyen hurok van, amit levágtak a folyószabályozáskor. Így rövidítették a víz útját, gyorsabban lementek az áradások. Itt is van balkézre is benne az erdőben egy. Ez a rendes nagy körös folyónak a levágott hurka. Hurka kolbász, de jó lenne. Mutatom ezt a szép legelőt, közben pedig balra újabb holtág fák között, és jobbra is van egy nagy holtág. Ott egy őz. Most már annyi őzet láttunk, hogy hát szinte unjuk. Azért ez erős túlzás persze. Ide beszaladt. Nem mondtam még, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park területén járunk, és épp erről beszélgettünk, hogy hihetetlen a csönd, a nyugalom, nincs egy ház, távolban egy-egy templomtorony azért észrevehető, villanyoszlop sincs, autóforgalom egyáltalán, egy-egy horgász azért betéved erre a gátra, meg néhány bringás van. De amúgy teljesen magunk vagyunk. Beszakadt tetejű tanya gémes kuttal. Hodály az állatoknak, de úgy látom teljesen üres. Nincs itt senki. Ha van kedved, lemehetünk oda part enni. Itt vannak a cirkuszkocsik. Enni-inni fogunk, igen, így van. Nádasba megbújik egy ladik. Itt pedig a holtág. De van fűrészelve. Igen.
De ez a sílét szerintem azért van, mert télen ezzel csúszkálnak, igen. Biztos. Pihenőt tartunk. Újabb holtág most bal oldalt. Mindkét oldalon holtágak kísérnek minket. Ez továbbra is így van. És így is lesz még egy darabig. És elérjük a vasutat. Most meg kell tanácskozni, hogy mit évők legyünk. Volt egy olyan ötletünk, hogy legalábbis nekem, hogy a vasúti hídon átmegyünk, de aztán abban maradtunk, hogy fő a biztonság, és ha már egyszer filmet készítünk, akkor rossz példával ne járjunk elől, úgyhogy inkább elmegyünk a kompig, és akkor megvárjuk a kompot, remélhetőleg nem kell sokat várni, hát mondjuk pihenni úgy is kell, mert most már kezd meleg lenni. Mások is túráznak erre. Volt itt egy csapat, olyan gimnazisták lehettek. Szarvasi kompon vagyunk, átkelünk a körösön. Lassan beérünk Szarvasra, csodálatos bicikliúton megyünk, most már árnyék is van végre, és ha jól tudom, balra ez már az arborétum lesz. Megnézzük a várost, pihenünk egy kicsit, talán még a strandolás is szóba jöhet. Végre egy kis árnyék. Sok volt most már a gátakon a napsütésbe menni. De hát lesz még benne részünk a mai nap során. És holnap is. Nem tudom, milyen rendezvény van itt, de hatalmas tömegek vannak. Itt még buszokkal is jöttek. Valószínű, hogy valamilyen új attrakcióval bővült ez a Szarvasi Arborétum, és ezért volt ennyi ember. Szarvas kertvárosi részén vagyunk. A város ezen része biztos, hogy üdülő település. Egyébként itt volt a megye első középiskolája az 1830-as években. Végre leértünk a Holtkörös partjára. Működik a kirándulóhajó, szembe valahol a strand. Senki nem strandol, pedig kéne. És akkor itt látom, hogy egy biciklis aluljáró is van.
szembe pedig a város jelképe, a Bolza kastély. Bolza család alapította a... Álljunk meg! Igen. Tehát Bolza család alapított az arborétumot is, Bolza Pál. Itt vannak a mocsári ciprusok. Mocsári ciprus! Megnézzük. Úszkálnak a kacsák a törzsek között. Nagyon szép ez innen. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb itt voltam, akkor be lehetett menni majdnem a fákig. Ezen a részen igen, de túloldalon strand van. Van ott egy szabadtéri színpad, egy gyalogos híd, és akkor itt a belváros, Szarvas belvárosa. Gyönyörű árnyas úton hagyjuk el Szarvast. Fürödtünk, pihentünk. Most megyünk Békés-Szentandrás fele. Békés-Szentandráson vagyunk. Vízből itt sincs hiány, úgy látom. Van kerékpárút Békés-Szentandrás és Szarvas között. Kérdés, hogy ez meddig vezet? Még mindig Békés-Szentandrás környékén kavargunk. Fürdenek is egyébként, vízibici, száp, egyebek.
működnek már így június elején. Vízügyi létesítmény, ez talán egy szivattyútelep lehetett. Igen. Én már nem tudom itt milyen csatornák merre vannak. Igen, Szent Andrási szivattyútelep. Itt zubog lefele a víz. Nem, ez nem, nem. Cserélik a vizet. Mivel elég sok házikó van így a környékén, meg vízisport élet van, hát muszáj is. Előttünk már a Békés Szent Andrási vízduzzasztó mű. A 40-es években építették, fel akarták duzzasztani a Körös folyót, hogy hajózható legyen egész Mezőtúrig. Úgy tudom, ez csak részben sikerült. A duzzasztás előtti vízszint, pedig az alatti vízszint. Öblítő csatorna vize, itt folyik be a Körös medrébe. Előbb nem tudtam lefilmezni Technőckomát, de most megmutatom. Ilyenek is vannak, itt nem csak őzek. Sátrazás se okoz gondot. Sokan sátraznak itt a horgászok közül. El lehet ezen menni, természetesen semmi gond, kicsit töredezett. Földút, agyagos földút. Egész precíz tornasort alkotnak itt ezek a fák. Na jó, van benne egy kis hullámzás. Különleges hangulata van ennek a délutáni Isten háta mögötti barangolásnak. Ez a mostani felszín, ez a folyók munkája. Jó kis lösz, amit a folyók áradása hozott össze az évezredek alatt. Ez az a kiváló minőségű termőföld, ami igazából Magyarország legnagyobb értéke. A jó kis alföldi talaj, a lösz. Itt tényleg minden megterem. A folyószabályozás előtti időszakban évente egyszer-kétszer hatalmas árvizek elöntötték ezeket a területeket, és ezek az árvizek hordalékot is hoztak magukkal, és ezek a hullámocskák, buckák jó részt ennek köszönhetők. Ugye régen ártéri erdők voltak, mindegyik folyó környékén, az összes nagy folyó, nagyobb és kisebb folyók környékén ártéri erdők voltak. Az alföld az tulajdonképpen teljesen erdős terület volt. Emberi település csak a magaslatokon,
ezeken a buckákon volt, ahol biztos nem érte el az áradás a településeket, templomokat, temetőket. Aztán később átvágták a folyók kanyarulatait, lecsapolták az árvizes területek nagy részét. Mondjuk maradt még azért például a Bodrog köz egyes részei, és gátakkal vették körbe a megrövidített folyókat. A folyók gyorsan levitték a vizet áradáskor, néhány nap vagy hét kellett csak hozzá, és ettől kezdve elkezdett a talaj száradni. Kiszáradt. Ugyan sok helyen tudtak búzát, kukoricát, stb. Termelni. Rengeteg termőterület felszabadult, de azért hosszú távon ez probléma. És ez sajnos most is időszerű. Ez a probléma. De egyébként árvíztározókat több helyen építettek. Itt a Körösöknél is, Tiszánál is. Úgyhogy az inkább árvízvédelmi szempontból jelentős. Ha jön a víz, akkor nagyobb területet el lehet árasztani, és így már is csökken az árvízzel elöntött területek száma. És ami nagyon érdekes, hogy itt gyönyörű tölgyerdők vannak az Alföldön, tölgyligetek. Csodálatosan szép. Na most itt más is van persze. Tévedni emberi dolog. Még csak Öcsödön járunk. Pályképp csata után elhagytuk Öcsöd települést, amit én először tévesen Kunszent Mártonnak mondtam. Az mindenképpen megnyugtató, hogy ismét gáton haladunk. Legalábbis remélem. Itt is vannak tanyák. Ez például elég rendezetnek tűnik. Itt pedig valami holtág. A nádasból gondolom, meg a mélyedésből. Jó itt tekerni, kellemes, érdekes, így este különösen, meg reggel. De a 30 fokba napközben azért eléggé lehangoló tud lenni. Bár akkor láttuk a legtöbb állatot. Hát akkor folytatjuk. Szép ez az útvonal. Csak figyelni kell a részleteket. Hol is járunk persze, erről még nem volt szó. Ez a terület Körös-Maros köze. Hát ugye benne van a nevében a Körösök. A Maros, a Tisza és az ország határa által körbe vett sík vidék, Békés megye és Csongrád megye, és részben Jász-Nagykun, Kun-Szolnok megye is.
osztozik ezen a területen. Úgy is mondhatjuk, hogy Magyarország délkeleti sarka. Erre van a viharsarok is. Már fél hét van, de azért még mindig erősen süt a nap. Megálltunk egy pillanatra fotószünetre. Túl sok információt nem tartalmaz ez az ötös tábla, de hát az ötös kerékpárúton vagyunk. Halleluja! 200 évvel ezelőtt is még mielőtt szabályozták volna a folyókat, akkor egész kihalt volt az Alföld, vagy hát egész ritkán lakott területek voltak itt az Alföldön. Nem úgy, mint most. Hát most is eléggé ritkán lakott, mert nagyon rég nem láttuk már templomtornyot. 10 kilométerenként vannak települések. De hát ugye terepen jövünk így aztán, és kanyarog az út mindenfele. Most már nagyon szeretnénk Kunszentmártonba lenni. Hétvégi házak láthatók itt balkezre. Tulajdonképpen nem oldódik meg a problémánk, mert tovább kell mennünk még így is, de azt hiszem, hogy utána elkezdhetjük a táborhely keresést éjszakára. Gátról lejöttünk, mert itt előttünk már az autópálya töltése vezet rá a gátra. És itt egy újabb holtág. Kunszentmártonba bicikli úton gurulunk be. A falu határába van egy ipari park, és onnantól Bringa út van. Kunszentmárton. Itt legalább jó minőség a Bringa út. Sajnos itt vége a Bringa strádának. Így szokott ez lenni. Na jó. Ez is valami. Több, mint a semmi. Kunszentmárton belvárosában vagyunk már. 19 óra 40 percen. Átmegyünk még a folyón, a körösön. És aztán keresünk valami pihenőhelyet. Katolikus templom. És akkor a régi kis hídon átkelünk a körösön ismételten. Ez itt nem holtág, ez most már a főága, a hármas körös. Micsoda ártéri legelő van itt, gyönyörű. Kunszentmárton határába, a települést elhagyva,
ilyen jó kis aszfaltos gát van. Azt hiszem a mai napon még ilyen nem is volt. Készülődés az éjszakához. Szúnyogírtó, van már szúnyog. Itt van közel a folyópart. Itt fogjuk a sátrat felállítani azon a placon. Nyugat fele nézünk, de nem baj, legalább sokáig dereng az ég. Aztán reggel egy kis koránkelés. Még a meleg előtt. Szerény vacsoránkat fogyasztjuk. Szegény Judit megijedt. A nap már lement, a sátor áll, de nem látszik a sötétben. Úgyhogy jó éjszakát mindenkinek, holnap folytatjuk. Jó reggelt kívánok minden koránkelő ébredezőnek. Innen az Alföldről, Kunszentmárton mellett ébredtünk. Jobban mondva még csak én, de lehet, hogy még én se teljesen. Judit még alszik egy kicsit, neki szabad. Ha folytatódik a túra, Körösök és a Tisza mentén. Itt volt a táborhely. Közel a gáthoz, én ugyan folyóparti táborhelyre vágytam, de Judit mondta, hogy inkább a gát túloldalán keressünk táborhelyet, hogy ott majd kevesebb lesz a szúnyog. Hát egy fenét, nagyon sok szúnyog volt itt is, de lehet, hogy ott még több lett volna. Tegnap megtett összes kilométer, 82 kilométer, ebbe volt egy 12 kilométer körüli a keleti pályaudvarig, tehát olyan 70-et mentünk. Az... Állogatott terepen. Hát mi az, hogy igen, terep volt a javából, mert az útnak talán csak a 10-15%-a volt aszfalt. Hát talán inkább csak a 10. Na, ez sikerült. Lassan lebontjuk a sátrat. Könnyített sátor volt, külső burkolatot nem hoztuk. Mivel tudtuk, hogy eső nem lesz, de azért rádobtunk egy kis mini ponyvát. Úgyhogy most indulunk lassan. A Körösgát, itt jöttünk tegnap, onnan abból az irányból, és akkor megláttuk ezt a ligetes ilyen olajfa, vagy nem tudom mi ez, azt hiszem, hogy olajfának hívják. És itt szépen lejöttünk, jó meredek itt a gát, úgyhogy abba bíztunk, hogy itt biztos nem fognak lejönni mások. Lejöttünk, körülnéztünk, és láttuk, hogy ilyen ligetes, elég jó zárt terület van, mögöttünk szántóföld van. Már betakarították a termést. Nem tudom, hogy az mi lehet, de itt vannak a bálák. Úgyhogy ez egy jó hely volt itt. Nyugodtan aludtunk, csend volt. Itthon van a pók is. Rendben, vigyázott ránk. Tehát ott az a földterület volt még mögöttünk, vagy előttünk. Éjszaka annyi mozgás volt csak, hogy lányok jöttek éjjel 11 óra körül. Judit nem hallottam, aludt, mint a bunda. Én csak a nevetgélésüket hallottam, mert itt a következő falu Csépa, és szerintem ez az aszfaltos gát, töltés, majdnem bicikli utat mondtam, mert ugye mi annak használjuk, ez összeköti a két települést, Csépát és Kunszentmiklóst, és itt közlekednek rajta. De aztán talán még egy autó elment valamikor, teljes csönd volt. Most reggel egy-egy autó még itt elment, de egyébként nem szabad itt közlekedni, csak engedéllyel. Természetvédelmi terület, ráadásul nemzeti park, Körösmaros nemzeti park.
Nekünk nagyon tetszett az Alföld. Jó, én nem mondom, hogy minden évben sokat járok ide. Néhány évente azért el szoktam jönni, túrázni, mert ez egy igazi elhagyatott vidék. Itt úgy lehet menni 10-20 kilométereket, hogy embert nem lát. A túrázó csak állatokat, vadállatokat, sokat láttunk. Szerintem még ma is fogunk. Toljuk a biciklit a táborhelytől. Föl kell menni oda gátra. Ez, amit mondtam, hogy itt igen meredek. Úgyhogy innen biztos, hogy nem jönnek le vadászok se a terepjáróval. Jó illata van, érzed? De nem kell olyan közel. Én már innen érzem. Na lássuk, jó erőbe vagy-e. Toljuk haza. Jó van. El ne fáradj, mert nem kaptál még reggelit. Felértünk a gátra, és akkor az indulás előtti pillanatok. Itt volt lenne a táborhely. Ott pedig talán Kunszentmárton templomtornya lehet valahol arra. Na végre, elindultunk. 8 óra. Mennyi 8 óra? Ja, megvártad a 8 órát. Aha. Pünköst hétfő van, igen. És ott már látható a következő település templomtornya. Látható a templomtorony, ugye arra fele megyünk, de az út ehhez képest balra kanyarodik, majd jobbra. Hát, és van még egy gát egyébként ott bal kézre. Ez a gátúra nagyon szép és vadregényes, de roppant időigényes. Hát tegnap az a néhány kilométer, én nem tudom hány óra alatt tettük meg, térképen csak néhány kilométer volt Békés Szent András Öcsöd, de a valóságban, hát szerintem mentünk, vagy másfél órát. Kanyarogtunk mindenfele. Igen, igen, tehát az országúton hamarabb ott lettünk volna. Na nem baj. És ami még érdekesség, hogy néha a gát egész alacsony. Azt hiszi az ember, hogy csak egy földút, egy kis töltésen. Aztán meg máskor nagyon magas. Lehet, hogy ezt tegnap mondtam már. És van, ahol kerékpáros jelölés van, most itt már nincs. Pedig én a térképen láttam jelölést. Ott szalad a nyúl a gáton. A gát mellett észrevettem egy csapást. Nem könnyű lemenni a folyóhoz, mert hogy nem a sok sörös doboz miatt, bár meg kell hagyni, hogy rohadt sok sörös dobozt itt hagytak. Itt van lenne az élő körös folyó, és ezt akartam megnézni. De hát egy dzsungeljárat az egész. Lehet, hogy az Amazon ezt könnyebb lenne megközelíteni, de hát én most már lemegyek, megnézem. Hát ez, amiről a történet szól, a vadregényes kőrösök. Ez itt a hármas kőrös már. Meredek partfallal, remélem nem csúszok le. Valamikor itt lépcsőket is vájtak a partfalba. A helyzet az, hogy nem sok helyről látszódik így a folyó. Hármas körös. Három körös van, legalábbis a nagyobbak közül, amiket ismerünk, vagy amiket én ismerek. Sebes körös, az Kalotai dombság környékéről ered, ugye Erdélyből folyik, ered mind a három. Kalotai dombság körösfő. Aztán a fekete körös,
a Bihar-hegységből ered, Baskó-Sziklás Belényes irányába folyik, és végül a Fehértörös az Erdélyi Érchegységből. És ezek Magyarországon találkoznak össze, először a Fehér és a Fekete Körös, aztán a Sebes Körös csatlakozik. És így ebből lesz a Hármas Körös. Aha. Itt is piknikeznek, inkább horgásznak. Na, egyébként a horgászok szép számmal kempingeznek. Egész komoly bulizós csapat jött ott össze Öcsöd előtt. És azt javaslom a Juditnak, hogy maradjunk a gáton. Igen. Megnézzük a vizet, igen. Aztán szerintem maradunk ezen a gáton, ezen a kövesen. Ezt a keresztet azért állították, mert megmenekültek az árvíztől. Ugye itt a körösöknél az árvíz azért jelentős tényező. Ez a kút pedig működik, feltöltöttük a vízkészleteket. És már össze vagyok keveredve. Egyébként ez most már nagyon-nagyon régóta az első kerékpáros tábla. Onnan jöttünk ugye Kunszentmárton felől. És ide meg az, amiről Csépa 8 kilométeret. Én azt hittem, hogy Csépán vagyunk. Akkor hol vagyunk? Na jó. Szelevény. Ja, ez Szelevény, bocsánat, összekevertem. Szelevény. Érdekes kis parasztház. Tipikus alföldi. Ugye itt azért használják a téglát az építkezéshez. Már régen is használták. Igen, és hát ami a jelentősebb észrevétele a Juditnak, én nem is vettem észre. Két farkú kutyapárt. Az egy dolog, de hát a Lenin tér. Az igen, ja, az volt az első. De szerintem ez nem tér, hanem ezt valahonnan csak hozták Viccből. Igen, igen. 3 milliárd forintba került a gát fejlesztés. Én nem tudom, hogy egy gátat így kikövezni. Na nem baj, inkább legyen, mint ne legyen. És én nagyon csípem ezeket a úgy de szép fa van itt. Tehát az ilyen tornácos vagy verandás házakat. Tehát Szelevény a település neve. Én valahogy összekevertem, azt hittem, hogy ez Csépa. Csépa a következő, oda nem akarunk menni. Hanem mi nekünk viszont Csongrád lesz a következő település. És akkor itt egy kicsit zötyögünk ezen a kellemes műburkolaton. Ipari emlék. Na, remélem, hogy nem csak ez a pár száz méteres díszburkolat került 3 milliárd forintba. Azért jó ilyen gátakon bringázni, közben ott is látni ugye valami vízfelületet távolba, mert innen van kilátás. De hogy amint említettem, ugye volt olyan, hogy egész alacsony volt a gát, hogy szinte csak egy földútnak tűnt. Igen, szürke marhák. Igen, azok szürke marhák, ott biztos. De ami lényeges, hogy így nyáron lehet vizet találni a falvakban, bár az is igaz, hogy a falvak elég messze vannak egymástól, főleg a gáton túrázunk, és ami ajánlott a hosszújú mez nyáron is, mert le lehet égni. És valamilyen sapka, ugye, napellenző, napkrém, napszemüveg, ezek kellenek. Védekezni kell a nap ellen. Le lehet égni, nekem is leégett a karom, pedig nem. Most kezdtem a nyarat. Itt is van egy gyönyörű holtág.
egyértelműen látszik, hogy a gát ketté vágta. Igen. Hát ez még tűrhető. Szivattyú létesítményei. És itt van egy kis csatorna. Gondolom ez öntöző csatorna. Az alföldi táj nyugalma. Gyönyörű a vidék, főleg így a június elején, amikor még minden üde zöld, még az aratás se kezdődött el. Van ennek is egy különleges hangulata. Itt pedig a fekete gólya szárnyal. Megyünk tovább. A fekete gólya nagyon érzékeny madár. Ha megzavarják a költőhelyén, akkor ott hagyja a fiókáit is. Nem érzi biztonságban magát. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő táplálékhoz jusson, hogy a fiókáit etetni, táplálni tudja. Ezért csak nagyon eldugott, védett helyeken tud költeni. És ez a körös vidék is egy ilyen hely. Alföldi tanya. Csodák csodája, jobb kézre pihenőhelyek várják az erre járó túrázót. Nem nagyon jellemző erre a vidékre, hogy pihenőhelyek lennének. De hogy közelítjük meg? Ez jó kérdés. Néha így lemaradunk egymástól, és akkor mindenki a saját gondolataival foglalkozhat. Ez is jó dolog. Úgy döntöttünk, itt megállunk. Nincs pad, mert ahol pad volt, ott nem lehetett lemenni. Forróság volt, igen, úgyhogy itt az árnyékba, itt a szivattyú telepnél megállunk egy picit. Megmutatom a reggeliző helyünket itt a gát tövében. Most már csak morzsák maradtak, úgyhogy be kell fejeznünk a túrát a mai nap. Juditban ezt nagyon lehet szeretni, hogy gyakran átöltözik, és ezért változatossá teszi a túrát sok színes ruhával. Na jó, nem csak ezért. Megvolt a reggeli itt a szivattyúháznál. Természetesen soha semmilyen szemetet nem hagyunk sehol sem. Itt fityeg egy nylon zacskó hátul a csomagjaimon, és ott szállítom a szemetet, majd Csongrádon, ami nagyobb város, ott ki fogom dobni egy közkukába. Táborozó helyünkön se hagytunk semmit. Földutas gátszakasz, de ez most egész jó minőségű. Még azt is el lehet mondani, hogy élvezhető rajta tekerés. Az előbb is láttam, hogy újabb hangot van. Nem is olyan szép. Talált valamit. A fekete gólya. Ezen az úton balra fordulunk, és elhagyjuk a körösök vidékét. Megyünk a Tisza irányába. Újra aszfalt úton megyünk, ponton híd is látható. Tiszai ponton híd, Csongrádnál elértük a Tisza folyót, és ha zöldet kapunk, akkor megyünk. Sziasztok! Csak ott kéne eljönnétek ide.
kedves biciklis társaság meginvitált minket egy közös fotóra itt a Csongrádi Pontonhídnál. Mennek a Monostorhoz egy rövid túrára. Menj elő, bátran! Ne, semmi baj. Hát menj, ahogy neked jó. Hangja van. Azt hittem, csak az autók ilyen hangosak. Nem gondoltam volna, hogy mi is ilyen hangzavart csinálunk. Na hát értünk. Szeged fele megyünk, már csak 63 kilométer. Hajtsuk fel a Szent Kristóf. Igen. Vagy Nepomuki Szent János. Lehet. De lehet, hogy Szent Kristóf, a fene tudja. Na ez az új csongrádi bicikli út. Lehet, hogy már nem olyan új, csak nekünk. Csongrádon vagyunk. Csongrád megye névadója. Legenda szerint a honfoglalás idején földvárat építettek itt. Aha. Aztán az itt élő szláv népesség Csernyigrádnak, Feketevárnak nevezte ezt a várat, és így ebből lett a Csongrád elnevezés. Egyébként gyönyörű szép városka. Meglátjuk még, hogy bemegyünk-e a belvárosba. És van egy élő skanzen negyede is a településnek, és hát itt a gyönyörű Tisza. És nagyon jó ez a parti védmű. Van róla kilátás, több kilométeren keresztül lehet itt menni. És a város másik fő attrakciója a körös torok, ahol a körös folyó, a hármas körös találkozik a Tiszával. Ezzel szemben van egy strand és egy ilyen nyaralótelep. Amazonas feeling. Igen, igen. Ennyit tesz, hogy az egy lakatlan rész, ez meg egy lakott rész. Tipikus alföldi házikó. Majd látunk itt egy pár ilyet a skanzenba. Közös megbeszélés alapján most a belvárosba nem megyünk be, de mutatok majd néhány fényképet egy korábbi túráról, hogy azért mégis legyen elképzelés a városról. Sajnos időhiánnyal küzdködünk, mint mindig, úgyhogy az egy ideiglenes templomtorony ott, jobban mondva egy tetősüveg. Egy barokk templomnak a süvegét cserélik, és addig oda raktak valami szerkezetet. Thank you.
következik a körös torok. Így védekeznek az árvíz ellen, ez ugye árterület. Ártéri nyaralók vannak itt. Egyik másik egész futurisztikus. Nem ezek, hanem majd ott beljebb lesz ilyen. Vigyázz, meg kell adni az elsőbséget. Tehát minden második büfé zárva, jobban mondva, csak minden ötödik van nyitva. Jobban mondva, talán egyik sincs nyitva. Ez a kemping egyértelmű, sátrak is vannak, faházak is vannak. És ott, ahol a lány kijön, nézd, a biciklivel szerintem ott bemegyünk. Na nézzünk ilyen lábas házat itt. Mondom, hogy futurisztikus egyik-másik. És ha jól látom, itt szemből, itt folyik be a hármas körös a Tiszába. Hát ott pont eljutottunk ide a torkolathoz. Úgy mondják itt a szakértők, hogy ez akkor jó, amikor nagyon alacsony a vízállás. De azért ott pancsikolnak bent. Hármas körös és a Tisza találkozása. Megérkeztünk a strandhoz. Én azért úgy döntöttem, ha törik, ha szakad, én ebbe megfürdök. Ha már a körösbe. Köröstorok strand. 22 fokos a víz. Nincsenek bent sokan, de egyébként nagyon jó. Nagyon kellemes a vize. Ott a bolyáknál már egész jó sodrás van. Úgyhogy ott azért óvatosan, és akkor itt folyik be a körös folyó, amit követtünk ideáig. A Judit mögött van egy lángosos, jobban van a fa mellett, ott vettünk lángost. Itt megvettünk Juditot, és sört, és akkor itt tettük meg a lángost, miközben néztük a plást. Véget ért a pihenés és az ebéd, úgyhogy feltöltődés. Irány Szeged. Élmények, úszás, víz. Víz is volt, nagyon jó volt a víz. Búcsúzunk a körös torok üdülőteleptől és a strandtól. Itt meg láthatók ezek a lábasházak. Mindegyik. Igen, vagy be lehet állni autóval, persze. Ez egész magas. Jól néz ki, nagyon. Hát az más kérdés, ha jön az ár, akkor azzal számolnak. Látod, itt fel tudtunk volna jönni. Nem baj. Hát akkor irány dél felé, a Szabadság felé, Mexikó felé. Természetesen a Tiszán is vannak, Tisza mellett is vannak bőven holtágak, mocsaras, vizenyős területek, hasonló a recept. A folyót lerövidítették, levágták a kanyarokat, töltések közé zárták. Úgy néz ki, maradunk itt a jobb parton. Volt egy bringás srác, ő eligazított minket, hogy itt Szegedig tulajdonképpen végig aszfaltos a gát, úgyhogy ezen maradunk. És ez nyugalmas is, ez a rész. Arról beszéltünk Judittal, hogy
A Balaton gyönyörű, szép és csodálatos és fantasztikus, de valahogy abból már kiveszett ez az emberi közeg. Valahogy. Már csak ember. Vagyis hát, vagy a természeti, nem tudom mi veszett ki, de abból valami már hiányzik, ugye? Itt azért megvan. Itt az emberek kedvesek, ez a srác is egyből kérdezte, miben segíthet, elmondott mindent, mi van ezen az oldalon, másik oldalon. Hát ott meg megmondom őszintén, már csak a új gazdag terepjárósok flangálnak, főleg az északi parton. Már le van betonozva minden korszóval. Igen, igen, minden beépítve. Várok vannak. Itt mehetsz úgy 20-30 kilométert, hogy csak a természet van. Tehát ez tényleg fantasztikus. Lehet, hogy nincsenek hegyek, dombok, de azért ebben van valami különleges. Hát ez a kanyar is csodás itt. Lehet, hogy a kamerán keresztül ezt nem fogjuk tudni megmutatni. De a valóságban ez valami csoda. Itt vannak az állatok, minden itt. Ez a körös torok, hát itt volt élet meg. Büfék, falatozók, lángosos, jó, sörözés, buli, de mégis olyan emberi volt az egész. Tehát kedves kiszolgálók. Kedvesek voltak, igen, a kiszolgálás is barátságos volt, mindenki szimpatikus volt. És hát azért olcsóbb, mint a Balaton, ez igaz. Na jó. Mondom én, hogy Mexikó felé, a szabadság felé megyünk. Itt vannak a régi villanyoszlopok. Lehet, hogy még akasztófa is lesz előbb-utóbb. Rózsa Sándor nyomába járunk ám, lassacskán. Egy kis Tiszapart. És az öntöző csatorna. Csövei. Mozog ez a kar. Te látod? Tényleg mozog. Aha. De nincs is hangja. De hallod a cím. Igen. 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 Tiszából szívja a vizet, és akkor itt egy öntöző csatornába viszi ki a földekre. Betonlap burkolat. Kicsit ráz. Opusztaszeri tájvédelmi körzet ismertető táblája. Magyarország egyik legnagyobb tájvédelmi körzete. Itt a Délalföldön. Tiszai árterek, szikes tavak, puszták világa. Történelmi és néprajzi emlékhely is egyben. Eurovelo 11-es nemzetközi kerékpárúton haladunk a Tisza gáton. Szokásos tiszamenti régi épület, gátőrház, szivattyútelep. És ott egy komolyabb csatorna is van az épület mögött. És újra aszfalt lesz majd, én ezt már látom, és ennek nagyon örülök. Tessék, ott az öntöző csatorna. Nincs kiírva, de szerintem ez a csanyteleki gátőrház lesz. A távolban lehet látni, hogy locsolnak nagy teljesítményű berendezéssel. Hát innen van a víz, a Tiszából. Talán innen a fák mögül meg tudom mutatni. Szegényeknek nem túl jó a buli ott a napon. Összetartás. Igen. Nem baj, azért kicsit letérünk. Megnézzük a partot.
egy kis szünet a Tiszaparton. Hűsölünk egyet, mert most már irgalmatlan meleg van. Vasúti betontalt fákból van kirakva ez a sporthajó levezető, nem tudom ennek mi a neve, sója vagy mi ez. Szeged fele és Szolnok fele, ott fürdöznek a fiúk. Még egy kis információ a pusztaszeri tájvédelmi körzetről, és itt van egy érdekesség, a különböző katonai térképek, ugye az osztrákok azért elég precízek voltak, és készítettek ilyeneket, hogy nézett itt ki a Tiszapart, majd remélem, hogy jót mutatok. Következik a Mindszenti komp, ott újra megnézzük a Tiszát. Most már meleg van nagyon, úgyhogy kell egy kicsit hűsölni. Néhány kilométerenként azért megpróbálunk megállni. Sajnos ott meg a szúnyogok. Ott meg a szúnyogok, igen, szúnyog. Szúnyog eleden leszünk pillanatokon belül. Ez megfizethetetlen, ez a zöld alagút. Erre megy az Alföldi Kék Túra útvonala. A Mindszenti komp fele. Most átmehetnénk, mehetnénk ott is a gátakon tovább, de mi maradunk ezen az oldalon, egész egyszerűen csak megnézzük a Tiszát, és esetleg, ha van egy büfé, valami hideg italért. De tartok tőle, hogy semmi nem lesz itt. Sajnos ezen az oldalon semmi nincs. Talán a túloldalon lehet valami csárdaféle. Ez is köteles komp, ez látható. Micsoda partfal van, azért itt Tisza mentén sok helyen ilyen a part. Meredek, omladékos. Na végre picit rálátni a Tiszára, innen a gátról is. 33 kilométerre vagyunk Szegedtől. Az már értelmezhető távolság. Ott van egy strand, nézd a túlparton. Mit szólsz? Pont akarom, mi? Aha. Ott vannak az emberek. Strandolok. Aha. A legjobb búza itt a Dél-Alföldön terem. Úgy tudom legalábbis.
Ez pedig gyanítom, hogy valami gázzal kapcsolatos objektum lehet. A Dél-Alföldön, mint ahogy már említettem, földgáz kitermelése is zajlik, vagy zajlott. Talán régen inkább zajlott, mint mostanában. Vannak még itt gázkutak, Algyő térségében is, itt Szeged fele. Gátörház tehénnel. Nyugodt tehénke. Tehénke volt egyáltalán? Aha, ja, jön a földutas verzió. Meg kell emlékezni a kubikusokról is, akik ezeket a gátakat építették. Végig tekerni rajta is fárasztó, de nem, hogy megépíteni. Emberek ezrei dolgoztak, kétkező munkások, ásóval, talicskával. Tegnap említettem a körösök kapcsán, hogy átvágták a folyókanyarulatokat, és az onnan kitermelt földből pedig védműveket építettek, mint például ez is. Ez úgy körülbelül az 1800-as évek végén kezdődött. Volt itt egy tábla, hogy 1870 előtti védmű, megtekinthető itt a Tiszához közel, mi nem mentünk el oda. Kubikusokról készült fotók vannak az 1800-as évek végéről, nőkről is, nem csak férfiakról. Némelyik mezitláb dolgozott. Kemény munka lehetett, és monoton. És gondolom, hogy igencsak alul fizetett. Még hallani talán a hangok alapján, ha kitalálja valaki, hogy ezek milyen járművek voltak, akkor a Judit készletéből nyerhet még egy olyan kulacstartót, amit sehol se tudunk felszerelni. Na, a viccet félretéve, a Simpsonos kommandó jött erre. Petresi töltés szakadás ezen a helyen szakadt át 1879. március 5-én este. 7 órakor az akkori töltés. Újabb pihenő következik. Szeged előtt lehetünk olyan 20 kilométer, 15? Körülbelül. Most már melegünk van, úgyhogy megállunk. Nincs árnyék a gáton. Közben tovább jöttünk a gáton. Algyő előtt vagyunk. Algyő pedig Szeged előtt van. És itt van az Atka szigeti gátőrház, és itt van egy gyönyörű holtág. Kilométereken keresztül. Csoda szép. Judit szerint onnan még szebb. Igen, innen még jobban belátni. Úgy látom, hogy ott ilyen horgástégek vannak végig. Horgástégek, meg lehet, hogy házak is. Már a víz szükségletről beszélünk. Csongrádon ki volt írva, hogy 63 kilométer Szeged. És nincs egyáltalán vízvételi lehetőség Csongrád és Szeged között. Lehet, hogy itt majd Algyön lesz, én nagyon remélem. Tehát biztos, hogy legalább 2 liter víz kell. Hát szerintem ez egy olyan erős hágómászásnak felel meg, így a nyári melegben, már így vízpótlás szempontjából, úgyhogy erre fel kell készülni. Igen. Sör. Na, nem, én mondjuk ittam egy sört Csongrádon, és Szelevénybe töltöttük fel a vízkészleteket, meg talán egy kis kóla, víz, ilyesmi még volt nálunk. És
Most meg van pár korty, de azért már eléggé a véget járjuk. Ha valaki erre merészkedik, sajnos települések sincsenek. Úgyhogy víz sincs. Kis gólyák. Automatikus szivattyú telep. Hát itt most nincs kiírva, hogy micsoda, pedig laknak, mert vannak tyúkok. Mindig vannak táblák, amik jelölik, hogy milyen gátőrháznál vagyunk, de most az elmúlt két alkalommal nem jelölte. Algyő környékén lehetünk már. Algyő településen lecsatlakoztunk a gáttúráról sajnos, és most a főút mellett egy vadiúj bringa úton megyünk, innen még 11 km Szeged. Remélem, hogy ez most már végig kitart. Láttam rengeteg biciklit itt az útszéli halászcsárda mellett, talán még Szegedről is jöttek ide ki biciklivel, úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy mi meg bejutunk biciklivel Szeged központjába. Sajnos Algyőn nem találtunk utat, persze nem jártuk végig az utcákat, az összes utcát, de jó pár utcába bekukucskáltunk, és nem volt kút, közkút, úgyhogy Csongrád óta nincs víz. Ez mondjuk nem olyan jó hír. Egész jó ez a Algyőszeged kerékpárút. Először nagyon riasztó volt. Két napnyi vadonba tekergés után kijutni ide a kétszer-kétsávos főút mellé. Szegeden vagyunk egy szervizponton. Megyünk a centrum fele. Van itt víz, nyomoskút. És hát akkor irány a Domtér, és aztán a vasútállomás. József Attila, jófele megyünk. Sugárút, bocsánat, Sugárút. Nem. Na, megoldottuk. Egész jó bicikliút hálózat van. Mondjuk én csak ezt az egyet tapasztalom most éppen, de látom, hogy több irányba mennek bringa utak. És ami nagyon tetszett, hogy még a külvárosban is volt néhány kiülős kerthelység, ahol valljuk be, őszintén polgári fazonok ültek, nem pedig a panelkocsmák rémei. Cukrászda. Na jó, hát, és micsoda árnyas, gyönyörű utca. De én akárszor jártam Szegeden, nekem mindig nagyon tetszett. Reméljük most is tetszeni fog. Lassan talán beérünk a központba. Itt van már a Tisza. Ha? Itt van már a Tisza part.
csak tolva. Az árkádok alatt vannak a tudósoknak, zeneszerzőknek, költőknek, stb. Stb. Magyarság nagyjainak a szobrai, mellszobrai, ugye? Mátyás király is itt van, Sugandi, József, Jókai, Pesti Frigyes, Vitéz János, stb. Stb. Na nézzük meg a dómot. Na, hát ez egy neoromán stílusú templom, és itt építik előtte a szabadtéri színpadot. Első világháborús emlékmű. Szegedi Egyetem épületei, bocsánat, már nem forog a nyelvem. Talán eddig sem volt igazán tökéletes a dolog, de most aztán végképp. Megvannak a vonatjegyek. Teljesen. Ez az 50-es. Kicsit cifra volt itt a szegedi vasútállomás. Nem tudták elmondani normálisan, hogy tudjuk felhozni a peronra bringákat, úgyhogy cipeltük fel lépcsőn. Aztán láttuk, hogy van egy mozgássérült felhajtó is, de hát ezt későn tudtuk meg. Ott pihennek a biciklik, a túra befejeződött 94 kilométerrel. Nem könnyű kerék, csomagos kerékpárral utazni. Vannak nagyon jó megoldások, tehát borzasztó megoldások is vannak, és információ hiánya is sajnos itt Szegeden. Hát lehet, ha végig bogaráztam volna a padlástól a pincéig az állomást, akkor megtaláltam volna, de erre nem volt idő. Na mindegy, nagyon jó kis túra volt, két napos túra. Mezőtúrtól egészen Csongrád érintésével Algyő és Szeged útvonalon mentünk, főként a Körös és a Tisza folyó gátjain. Azt nem mondom, hogy mindenkinek ajánlom ezt a túrát. Aki elég kitartó és lelkesedni tud szép tájakért a természetért, annak nagyon fog tetszeni. És aki élvezi a nyugalmat, a csendet, az elhagyatottság érzését, annak is nagyon fog tetszeni. Jó, hát ennyi. Egyelőre. A viszontlátásra.